az utóbbi 4-5 hónapban a BM-nek az egész épületeinek a bontása az elkezdődött, és már most azt mondom talán, hogy szinte be is fejeződött. Körülbelül egy hónappal ezelőtt, vagy másfél hónappal ezelőtt a úgynevezett 24, maga az egész rendszernek a szíve, az is, hát nem tudom, hogy összeborult rejtés módon egyik este már egy 6-7 óra környékén volt az, hogy a porra lett egyenlő. A helyzet az nagyon biztató. Nagyon bízunk benne, hogy soha többet nem lesz a környékünkön, és a Jókeresztúrba hulladékégetés. A gyárat felszámolták, felszámolás alatt van a gyár. Ha rendesen összefoglalnám, azt mondhatnám, az egész BMS borsodi illegális hulladékégetésről, ami a Sajókeresztúri BM-et illeti, ahhez kapcsolódó környezeti terror egy című filmet, illetve kapcsolódó videóklippet. Az egésznek egy nagyon-nagyon, bármennyi furán hangzik, egy nagyon pozitív üzenete van. Tehát nagyon pozitív a végkicsengése. A Mede Feri, most már mondhatom, hogy barátom, írt nekem ilyen furcsa nyelvezetű e-maileket, amivel tulajdonképpen ő nagyon a lényegre akart rávilágítani, de nem állt össze először nekem ez a történet, és aztán telt múlt az idő, és egy koncert után találkoztunk, és hát akkor persze 5 mondatban megvilágosodott előttem ez az egész, hogy miről van szó. És hát feldobta azt a labdát, hogy ő szeretné azt, hogyha erről az egész jelenségről, ami készül, dokumentumfilm, ahhoz készülne egy dal, ne adj Isten egy videoklip is hozzá, hogy megtámogassa ezt az egész ügyet. És hát nyilván nekem kellett, hogy érjen egy kicsit ez a dolog, de aztán egyszer csak jött egy zene, ami úgy éreztem, hogy passzol erre, és elkezdtem írni a szöveget a történetek alapján, meg amennyit akkor már láttam a dokumentumfilmből, még akkor nem volt teljesen kész, de úgy elképzeltem ezt a dolgot, hogy ez hogy van és mint van. És aztán megszületett ez a dal, és nem sokkal utána, hogy a klip is, ami szerintem magáért beszél, és hát ezt a legnagyobb alázattal így merem mondani, mert hogy nem is én csináltam tulajdonképpen, én csak szerepelek benne. Nem tudom pontosan, hogy most hol járnak, mert az épületekből már nem sok mindent látni. Egyedül a nagy kéményél, egy vízhűtőtornyot látok, meg van ott két úgynevezett Robbins csarnoknak hívták, azok állnak még. De benn még mindig hallani a kopácsolást, olyanok, mint hogyha ha légkalapácsok dolgozzanak folyamatosan. A BM az egy teljes felszámolás alatt leledzik, szedik szét azok, akiknek a természetben is a dolgok szétszedése a dolga. Az, hogy ezt mennyire jól csinálják, vagy mennyire nem, az egy más kérdés, és hogy megint csak egy ilyen vállalatnak egy kifejezetten illegálisan és veszélyes hulladékot égető gyárnak a felszámolásánál mennyire áll a hatóság a helyzet magaslatán, illetve itt milyen mértékben szövi ezt, tehát a korrupció. Abba most nem menjünk bele, sokkal inkább azt kéne ebben az egészben meglátni, hogy valahol azért megnyilvánult itt is a rend. Annak a rendje, hogy a dolgoknak nem a feje tetejére állítva kell lenniük, hanem a lábukon és a szilárd lábukon kell állniuk. Szedik szét a gyárat. Az látszik, hogy egy könnyen ezt visszaindítani nem lehet ugyanerre a tevékenységre. Valószínű nem is lesz többet ilyen. Ami egy kicsit aggasztó még, a területnek a rehabilitációja, azt nem tudjuk, hogy alakul, a tulajdonosok fognak erre időt, energiát, pénzt fordítani, hát majd ezt meglátjuk. De minden esetre, ami a mi problémánk volt, a környezet szennyezése, ugye a mindennapjaink tönkretétele azáltal, hogy kaptuk az arcunkba a port, füstöt, büdöset, annak teljes egészében vége lett. Azt gondolom, hogy itt mindenkinek megvan a saját feladata, akár ki ebből az egyesületből, vagy azok közül, a segítők közül, akik akár jogi úton, akár bármilyen más úton segítették ezt az ügyet, ők például nem tudnak egy ilyen dalt írni, mint én, és nem tudnak egy ilyen klippet összetenni, mint ahogy ezt összetettük, ezzel nem tudnak egyfajta érzelmi hatást kiváltani a nézőbe. Ez is egyfajta nemes propaganda, úgy érzem, és ők, én pedig nem értek a paragrafusok nyelvén,
nem igazán tudom, hogy hogy kell tényleg ezt jogi úton, ezt a hadat viselni. Én azt hiszem, ez a történet a társadalmat jól leképezte. Egy páran, sokan odaálltunk mellé, mikor sűrű lett a dolog, akkor azért a támogatás nagyon megcsappant, hogy az emberek fülüket, farkukát behúzták, félnek szembe menni a rendszerrel, inkább a szenvedő kategória az emberek nagy része, és nem igazán áll ki a saját igaza mellett. Én azt gondolom, ez egy nagyon jó példa a teljes társadalomnak, hogyha igenis oda teszik magukat, az emberek is nem engednek, és tudják, hogy igazuk van, akkor tenni kell is előbb-utóbb eredménye lesz. Hát ez egy kemény 7 éves folyamat volt, amíg idáig eljutottunk. Nehéz volt ezt az egész folyamatot végigvinni, de ha kitartóan csinálja az ember, és tényleg összefognak az emberek, legyen az bármilyen kis apró cél, vagy egy ilyen hatalmas, mert azért ez hatalmas dolog itt a környékünkön, hogy ekkora gyárat úgymond be lehetett záratni, mert szó szerint be lehetett záratni, és nem is az, hogy bezáratni, hanem egyszerűen a földet tették egyenlővé. Senki nem ezt kívánta ott az egész környéken, hogy a Bémet így zárják be, hanem azt kérték, hogy igen, működjön, mert a munkahelyek kellenek. De az, hogy az, amit ők csináltak, az a környezetszennyezés, hogy egyszerűen nem lehetett a nyáron, nem csak a nyáron, nem lehetett kint megmaradni a kertekbe, mert egyszerűen a folyamatos bűzhatás meg minden volt, és mindenki azt akarta, hogy legyen munkahely, de valahogy vagy a technológiát állítsák át, vagy pedig ezt az egészet úgymond a technológiát zárják be, hogy ne ezzel foglalkozzanak. Nagyon jó területen fekszik, ha megnézi az ember, 26-os út, iparvágányok, hatalmas infrastruktúra az egészen. Őnekik, hogyha egy profilváltást csináltak volna egy pár évvel ezelőtt, szerintem ugyanúgy virágozna, és jönne a bevétel. Vagy megszokjuk, vagy megszökünk. Hát a megszökni se egyszerű, mert azért azon a területen, ami érintett volt, több ezer ember él. Mondhatom, egy 20-30 ezer ember életét tönkretette ez a közvetlen életminőségét, tönkretette a gyár, ami most gyökeresen megváltozott. Ez egy elég hosszú ütközet volt, hogy úgy mondjam, mert én úgy tudom, hogy most már idestova 5 éve ment ez az ügy, és hát ezt ki kell mondani, hogy ez sok embernek az életébe került, úgyhogy ez a dokumentumfilm ezt nagyon gyönyörűen bemutatja, lehet így mondani, meg a videoklip is. De hát na, meg kell tanulnunk a sarkunkra állni, mert különben nem tudjuk ezeket a helyzeteket kezelni. Ez a téma ez nem fekete-fehér, ezt nagyon sokan sokféleképpen élték meg. Ugye azok a munkások, akik ott ezzel kapcsolatban a munkájukat elvesztették, ugye, és akkor nagyon egysíkúan látom a dolgot, nagyon egysíkúan látják a dolgot, amikor itt csak egy pénzszerzési lehetőségről beszélünk, függetlenül attól, hogy milyen áron, tehát ennyi energiával éppen biológiai fegyvert is gyárthatnak, és mérgezhetik az embereket, mert hát nekik pénzük van belőle, és ez nekik jó. Tehát itt azért, ami nagyon félre csúszott, és ez társadalmi szinten látszik, az egy alapvető erkölcsi álláspont, hogy hát az a minimum, hogy én a környezetemet, beleértve az én gyerekeimet is, te gyerekeidet is, az ő gyerekeit is, nem mérgezem. Miért mérgezzem meg? Pénzért? Tehát ha én kapok pénzt azért, hogy a gyerekemet megetessem, akkor az engem nem érdekel, hogy az a pénz olyan tevékenységből származik, amely tevékenység megöli azt a gyereket, hiába etetem. Abból a pénzből, amit kaptam érte. Voltak nagyon nagy hangú emberek, akik nagyon harcoltak érte, hogy ez az ő munkahelyük, meg. Azóta azért kijött, hogy rájöttek, hogy olyan egészségkárosodásokban szenvednek. Most már tudják, hogy hát ez azért volt, mert azért ott nem volt minden patyolattiszta. Nyilván az emberek tele vannak félelemmel, mert hogy féltik a munkahelyüket, az ilyen társadalmi nimbuszukat, az egzisztenciájukat, és a többi. Jó kérdés az, hogy most féle az ember egy ilyen ügy mellé odállni, vagy nem, mert hogy többnyire az ember nem is tudja, hogy mitől kéne félni, mert persze aztán hirtelen jöhet az ember vállalkozásának egy ilyen ellenőrzés, olyan ellenőrzés, és akkor gyanús egy kicsit, hogy ez most honnan, vagy akár még durább dolgok is. De
Hát én nem, én mindig azokat az embereket kémlelem így furán, akikről tudom, vagy tudni vélem, hogy tudnak valamit bizonyos dolgokról, és aztán mégse szólnak. Nem tudom, lehet, hogy ez egyfajta idézőjelben más öngyilkos típusnak hívja ezt, amit én néha így csinálok, de hát az egyik Magyar Földre albumon található dalomban mondom azt, ha jól emlékszem, ugye, hogy a kenyér mindig a fele van meg, és utána a felének is a fele, és utána annak is a fele. Tehát, hogy nem tudom, hogy hova van tovább hátrálni ebből a dologból. Én a magam részéről, főleg ennek a történetnek a nyomán mindenkit tényleg arra biztatnék, hogy a saját lakó környezetébe, vagy nem is csak, akár országos szinten is, tehát nem hiszem, hogy kellene hagynunk azt, hogy szemetet tegyenek a gyerekeink, hogy olyan és úgy működjenek gyárak és mindenféle ilyen, mondjuk így, hogy termelési tevékenység, ami tényleg hazavágja a környezetet. Úgyhogy ez ellen hát érdemes felemelni az embernek a szavát, ugyanis én voltam most a napokban is a helyszínen, amiről most ugye szó van, és hát egészen megdöbbentő az, amikor látod, mindenféle, remélem nem hangzik ez ilyen patetikusan, de ez a helyzet, hogy amikor látod, hogy máshogy zöld a természet, tehát hogy már most látszódik az egész, hogy nincs az a szürkeség, az a por, az a gyilkos por, ami ott mindent ellepett gyakorlatilag, és ki van virulva minden, és még egyszer mondom, olyan zöldé vált az egész, hogy az egy igazi élő zöld. Én elég makacs ember vagyok, én nem szeretem feladni a dolgokat, és nem igazán vagyok konfliktuskerülő. Felvállalom a konfliktusokat, és szembe megyek azokkal a dolgokkal, ami nem tetszik. Ez nem biztos, hogy egy jó tulajdonság. Én nem akartam menet közben ezt abba hagyni. Ugye az elején rögtön megszereztem az ellenségeket, innentől kezdve úgy gondoltam, nincs más út, csak előre. Itt azért hatalmas erkölcsi és etikai, de főként erkölcsi ficamok figyelhetők meg a társadalomban, és ez én szerintem, aki végigfigyelte a BMZRT-nek az elmúlt 10 évben, vagy a 15 évben, vagy a privatizáció óta a tevékenységét, a működését, annak ez azért le kellett, hogy jöjjön. De az egésznek a pozitív, tehát a nagyon jó kicsengésű üzenete az, hogy azok az emberek, akik felvállalták, mondjuk ki őszintén, a jó ügynek a képviseletét, a megpróbáltatások, a kritikák, a támadások ellenére végigvitték ezt, és következetesen végigvitték ezt, felhasználva ehhez a jog és a jelen közösségi médiának nevezett eszközök által kínált lehetőségeket, bevonva ebbe, igenis hatalmas eredményt tudtak elérni. Hatalmas eredményt tudtak elérni, mivel hogy elérték azt, hogy saját magukat, felmenőiket és utódaikat egy polipszerűen működő hálózat nem tudja és nem tudta tovább mérgezni. Én csak azt tudom ajánlani, hogy folyamatosan nyomás alatt kell tartani, akár mindenféle médiát megfogni, aki hajlandó kijönni. Tudjuk nagyon jó, hogy nem mindegyik média hajlandó, ezek nem fogékony ezekre, nem hajlandó ilyeneket hírként közölni, hanem elsiklanak mellette, és az, hogy tényleg nyomás alatt tartani, egyfolytában szervezni a tüntetéseket, az aláírásokat, minden, azt mondom, hogy minden törvényes keretek között csinálni, és kitartóan minél több embernek mutatni, és itt lesz talán egy élő példa Magyarországon, hogy azért el lehetett érni ezt. Ami ezelőtt én 10 évvel nem gondoltam volna, hogy egyszer ez így be fog következni. A film egy nagyon komoly produkció lett globálisan. Ugye ezt a problémát is leképezhetjük a többi problémára. Ugye ő konkrétan egy problémával foglalkozott, de ez a probléma kiterjeszthető a teljes társadalmunkra, mert millió ilyen probléma van. Nagyon sok helyen harcolnak is kőkeményen, kisebb-nagyobb sikerrel,
azért az mindig látszik, hogy a pénz az nagyon nagy úr, nagyon nehéz pénzzel, politikával szembe menni, de ez a film is mutatja, hogy van értelme, nem szabad megalkuvónak lenni, igenis tenni kell. Ez a film is része volt, hogy minden létező fűszába, szalmaszába belekapaszkodtunk, hogy a megfelelő eredményt elérjük. És tényleg egy jó páran nagyon oda tettük magunkat. Az életünk része volt az, hogy sikerre vigyük ezt a harcot. Nem hiszem, hogyha igazán mélyen belegondol az ember, akkor az is egy érv lehet, hogy mert hogy ez munkahelyet ad, meg így, meg úgy, mert érdekes módon azóta mindenki valamilyen formában megtalálta a helyét, sőt, ahogy én hallottam egy-két történetet, még a hangadók közül is, akik érveltek amellett, hogy itt munkahelyekről van szó, és a többi, azóta az élet százszor a jobb lehetőséget adott nekik ezzel, ugye? Úgyhogy ezek azért érdekes utak. Én azt tanácsolom, hogy a példánk is mutatja, küzdeni kell, nagyon sok cselekvő ember kellene, sok lúddisznót győz alapon, az embereknek oda kellene tenni magukat, és közösen összefogni. Ha csak egy páron küzdenek, akkor nagyon elfáradnak, nagyon belefáradnak a dolgukba. Ha az emberek összefognának, nem lennének ennyire megalkuvók, akkor nem itt tartana a világunk. Azért itt egy elég erős, mondjuk így, rendszer szinten egy hatalmas rákos daganatot látunk. Ami aztán manifesztálódott az egyes embereken, akik ebbe többé-kevésbé benne voltak, még magán a BMZ RT tulajdonosán is. Ne felejtsük el, hogy itt ezelőtt egy pár évvel készült egy konkrét film erről a BM-ről és a BM-nek a úgymond szövetségesei vagy az összefonódásairól, hogy hiába sehol médiába nem lehetett ezzel a filmmel találkozni, de azért az interneten egy közösségi oldalon nagyon-nagyon nagy tetszésnyilvánítása volt a filmnek, és a nagyon-nagyon nagy látogatottsága. És én úgy érzem, hogy az interneten ezeket a közösségi oldalokat nem csak idétlenségekre, meg hülyeségekre, meg piszkálódásokra lehet használni, hanem konkrétan lehet egy jó cél érdekében itt is összefogni. Hogy az interneten, és akkor azért ez már a 21. század, használjuk ki az internet adta lehetőséget, és akár terjeszteni is, vagy bármit is, használni, és ne csak a rossz értelemben, hanem a jó értelemben is használjuk ezeket az oldalakat és az internetet. Nagyon fontos, hogy nyilvánosságot kapjanak ezek a dolgok, az emberek beszéljenek róla, minél többen szembesüljenek a problémával. Nagyon nagy szerepe van a internetnek, újságcikkeknek, tévériportoknak. Nagyon nagy szerepe van annak, hogy beszélgetéseket mindig úgy irányítottam ismerőssel, ismeretlennel, hogy a problémát megvilágítsam, tudjanak róla. Hogy milyen indítatásból áll oda az ember egy ilyen ügy mellé, az én szemüvegemen keresztül tisztán spirituálisan magyarázható, hiszen hogyha valaki engem keres, akkor azt gondolom, hogy annak van oka. És mivel hogy engem ezek az emberek megkerestek, akikkel azóta aztán más dolgokba is belebonyolódtunk, így hát számomra bizonyítottá is vált ez a dolog, hogy van dolgunk egymással ebben az életünkben. Úgyhogy onnantól kezdve már az, hogy az ember most fél, nem fél, hát aki egy picit is ismeri az én munkásságomat, meg az én dolgaimat, én azt gondolom, hogy nem szemtelenség, ha elütöm annyival ezt a válaszomat, hogy hova féljen az ember már tovább. Tehát, hogy... És ezáltal még egyszer szeretném kihangsúlyozni azt, hogy igenis érdemes körbenézni az embernek a lakókörnyezetébe, tényleg a mindenféle gyáraktól kezdve egészen a közbiztonságig, és igenis az embernek a sorsát és a környezetednek a sorsát, ha megmozdulsz, akkor a kezedbe tudod venni. Meg nyilván ezt most több eszámba kéne mondanom, mert való igaz, hogy egy fecske nem olyan nagy nyarat tud csinálni, itt is egy összefogás kellett, itt is, és akkor ezek kicsit ilyen szentimentálisan hangzanak, de tulajdonképpen erről van szó, hogy amikor már több embernek az energiája egy eredőbe, egy irányba mutat, akkor abból igenis vannak dolgok. És persze ebbe a mókuskerékbe, ahol a napi túlélésről van szó, ott pont leszarjuk már elnézést, hogy most akkor a szemben lévő gyárban mit csinálnak, meg mit nem csinálnak, meg hogy csinálnak, de egyszerűen össze kell szedni magát az embernek, nyelni egyet, és,
és a politika szót, mint olyat, azt eredeti valójában, eredeti jelentése mentén gyakorolni mindenkinek, ami pedig ugye annyit tesz, hogy a környezetünkkel való foglalkozás. Egy nagyon-nagyon pozitív dolog volt a zeneszám, amit sikerült összehozni. Én azt gondolom, hogy arra felkapták az emberek a fejüket, és amellett, hogy egy nagyon kellemes zene szám lett belőle, amellett nagyon sok igazságtartalma volt, ami megint csak mind a reklám súlykolni az emberekbe. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon komoly hatása volt. Nagyon sok ismerősömnél, akik egyetértettek a céljainkkal, harcoltak, például a telefonon csengő hang volt, terjedt. Lehetett látni, ahogy megjelent a videóklip, nagyon sokan mellénk álltak, nagyon pozitív hatása volt, hogy lám vannak emberek, akik oda merik tenni magukat, és tényleg olyan nyilvánosságot kapott ez a dolog, ami enélkül nagyon nehéz lett volna. Az internetnek, illetve konkrétabban a YouTube-nak és a Facebooknak itt azért ki kell hangsúlyozni az általánosan kárhoztatott negatív szerepén túl a pozitívumát is. És azt is, hogy ezeket az eszközöket épp úgy, hogy a rosszra tudom használni, tudom jóra is használni. És oda jutunk el megint, hogy ez döntés kérdése. Jó célra, jó cél érdekében akarom használni, vagy rossz cél érdekében. Döntsél, a te döntésed. Ember vagy, szabad akaratod van. Ez a fajta siker mindannyiunknak elég nagy erőt adott, és néhányan közülünk megyünk tovább, tehát lesznek a környezeti terror sorozatnak új részei más témákkal, amit most még nem lőnék le. És hát eltökélt szándékunk ahhoz, hogy országos szinten is minél többen csatlakozzanak ehhez a formálódó ügyhöz, hogy elővenni igenis a BÉM-hez hasonló történeteket, és igen, sikerre vinni ilyen dolgokat, mert hát rengeteg számolatlanul vannak nyilván ilyen ügyek, az élelmiszeripartól kezdve az erdők betörténő falopásokon át, mit tudom én, rengeteg téma van, amihez lehet nyúlni, és fogunk is nyúlni. Úgyhogy ez az a dolog, és akkor tulajdonképpen ezzel tudnám végre magamra tenni a pontot, hogy ez egy olyan dolog, amit nem lehet nem tenni. Ez egész egyszerűen erről szól. Aki ezzel foglalkozik, az csak azért foglalkozik azzal, az ilyen mifajta emberkék, mert nem tudják nem megtenni. És én őszintén remélem, hogy minél több ember lesz a következő időszakban, aki tényleg megérzi ezt, hogy ezeket a dolgokat nem lehet nem tenni. Ezt csinálni kell. Lehetnél a barátom, ahogy a por leszállít az ablakon, a halásuttok, minden nap hallgatom, mindent eltakar, a füst meg a pénz, drága népem, mondd csak merre mész, ahogy a por leszállít az ablakon, a halásuttok, minden nap hallgatom, azt mondja, jön értem, át a kéményen, addig csak nyugodtan, sörözve tévézzem, ahogy a por leszállít az ablakon, a halásuttok, minden nap hallgatom, mindent eltakar, a füst meg a pénz, drága népem, mondd csak merre mész, ahogy a por leszállít az ablakon, a halásuttok, minden nap hallgatom, azt mondja, jön értem, át a kéményen, addig csak nyugodtan, sörözve tévézzem.